személyes példamutatásával megindította a később reformkornak elnevezett korszak változásait, és annak egyik legmeghatározóbb személyiségévé vált. Névadójuk előtt tisztelektek csütörtökön a Bonyhádi Széchenyi István általános iskola diákjai és pedagógusai. Ennek már sok éves hagyománya van az intézmény falai között. A névadó Széchenyi István domborművét is megkoszorúzták, majd díjátadó következett. 232 évvel ezelőtt született Gróf Széchenyi Istvánra, iskolánk névadójára emlékezünk. Az intézmény 31 évvel ezelőtt vette fel a nevét, és az egész mai napot az ő emlékének szenteltük. Ma reggeli ünnepségen több fontos esemény történt. Először Gróf Széchenyi Istvánnak az életét és a legfontosabb gondolatait idéztük föl. Szőcs Dániel történelemszakos tanárkollégánk mondott egy összefoglaló beszédet. Kiosztottuk a Széchenyi díjat, ezt Tuba Őrs kapta ebben az évben. Tuba Őrs népzenében, néptáncban is maradandót alkotott, és közösségi munkája is elismerésre méltó volt. Ő a legrangosabb városi elismerés a Völcségtalentum díj mellett most megkapta a Széchenyi díjat, ezúton is gratulálunk neki. A legmeghatóbb pillanatok viszont még csak ez után következtek. Az első osztályosok ugyanis most estek át az itt hagyományos beavatási szertartáson. Megkapják a Széchenyit mintázó jelvényt, illetve elmondják a fogadalom szövegét, és így hivatalosan is a Széchenyi iskola diákjai lesznek. Az intézmény tehát csütörtökön újabb kispolgárokkal lett gazdagabb.